Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindöreké, amen! Nagy nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit ezen a szép napsütéses tavaszi délutánon. Önök az előttünk álló közel egy órában a Hit Kapuja című hitvédelmi műsort hallhatják majd Székely János Püspök atyával és Kindelman győzővel. Hogyha valaki kalandozott már az internet sok százezer, vagy inkább sok millió honlapján, weblapján, akkor emlékszik rá bizonyára, hogy szinte minden céges vagy hivatalos honlapon van egy olyan virtuális gomb, amely a gyik feliratot tartalmazza. Ez a mozaik szó a gyakran ismételt kérdéseknek a rövidítése. Nos, műsorunk is egy ilyen képzeletbeli gomba, mely a kereszténységgel kapcsolatos gyakran ismert kérdéseket veszi sorra, és próbálja megadni a válaszokat ezekre. Az előző adások alkalmával, alkalmával, Jézus személyéről beszélgetünk, és azt próbáltuk együtt gondolkodva megállapítani, hogy milyen kritériumok alapján kell értékelnünk mindannak az igazság tartalmát, amit az evangéliumok Jézusról írnak. Beszéltünk arról, hogy hogyan teljesedtek be Jézus tevékenysége során a messiási ígéretek. A mai alkalommal pedig azt veszük nagy, nagyító lencse alá, hogy valóban ő nem csak a megígért messiás volt -e, hanem egyben az Isten fia is. Püspök atya, kezdjük azzal, hogy megkérdezem, hogy a messiási jövendőlések bármelyike, vagy mondjuk bármilyen ószövetségi előkép utalt, utal-e arra, hogy a messiás, a régen várt messiás egyben az Isten fia is lesz-e? Hadd hát kezdjem a választ azzal, hogy a messiás az üdvösségnek a közvetítője. Tehát amikor a Biblia megfogalmazza ezt a reményt, hogy Isten az embert a szeretetével, a kegyelmével megajándékozza, akkor kezd el beszélni egy közvetítőről. Eredetileg a messiás figuráját, a messiás alakját egy királyként gondolták el, akit az Úristen fölken, ez volt a királyjá levésnek a gesztusa, vagyis az ő erejét adja neki, azért, hogy Isten királyságát a Földön megvalósítsa. Tehát alapvetően egy földi uralkodónak a képében gondolták ezt el vagyis nyilvánvalóan teljesen emberi közvetítőként. Egyre inkább azonban, ahogy a proféták beszélnek erről az eljövendő fölkentről, növekszik a csalódás a földi királyokban, és egyre inkább áttevődik ez a remény valami emberen túli, illetőleg tehát egy sokkal gazdagabb alaknak a meglátásában, megfestésében. A múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy a próféta egy kicsit homályosan látja a jövőt. Tehát nem tudja még egészen pontosan elkülöníteni azt, ami a közeli jövőre vonatkozik a jövendőlésében, és azt, ami valóban a messiás eljövetelére szól, vagy ami a, a konkrét emberi kereteken túlnő. Hadd idézzek föl két konkrét jövendőlést, ami mutatja azt, hogy ők amit megfogalmaznak, azzal kicsit túllépnek már a pusztán emberi kereteken. Izajás profétának az első nagy jövendőlése az Emmanuel jövendőlés, ami így hangzik, íme a szűz fogan fiút szül, és Emmanuelnek nevezi el, ami ezt jelenti velünk az Isten. És már maga ez a név utal arra, hogy ezen a közvetítőn keresztül maga az Isten az, aki közöttünk lesz, az ő neve, ezt jelenti, hogy velünk az Isten nyilvánvaló. Nem gondol még egyáltalán arra a, a proféta, hogy valamilyen módon egy isteni személy, hanem inkább az Isten segítségét reméli a messiás alakján, a messiás eljövetelén keresztül. Egy lépéssel tovább megy szintén Izajás proféta a következő nagy Emmanuel jövendőlésben, a kilencedik fejezetben és erről is volt már szó, hogy ott felsorolja az eljövendő messiás királynak a neveit. Ez egy régi szokás volt, Egyiptomban is tudunk erről, hogy egy uralkodó trónra lépett, akkor kapott trónra lépési neveket, amik egyfajta program volt a gratuláció áldás, tehát ilyeneket kiáltottak a fáraó trónra lépésekor is. Izajásnál így halljuk ezt a jövendőlést, így fogják majd hívni csodálatos tanácsadó, Erős Isten, örök atya, Békefejedelme. És hát ezek a címek nyilvánvalóan már túllépnek a pusztán emberi kereteken, amikor így fogalmaz a proféta, erős Isten. Hadd tegyem azért azt hozzá, hogy a, az ókorban és a zsidó irodalomban is nem ritkaság, hogy egy, egy emberre szinte Isten jelzőket használnak. Például a 45-ös Zsoltárban a királyt köszönti a Zsoltáros, és egy ponton azt mondja, hogy trónod Isten áll örökkön örökké, kormánypálcád az igazság jogra, ezért kent föl Isten a te Istened az örömolajával. Tehát ez a trónod Isten, ez a királyra vonatkozik, akinek a kormánypálcája az igazság jogra, akit Isten fölkent az örömolajával. Tehát itt is egy nagyon ünnepélyes szövegben, a királyt illetőleg, hát gondol az eljövendő mesiás királyra, de Istennek mondja. Vagy egy, egy jobban ismert történet, talán amikor Dávid hozjon egy ilyen furfangos ö, asszony, rá akarja venni, hogy Absalomnak megbocsásson. És egy érdekes történetet ad elő, egy ilyen kitalált elbeszélést, és akkor Dávid rájön. Hogy Joábnak, a keze a hadvezérnek a keze lehet ebben a dologban, és hogy őtől inkább a visszatérésére akarják rávenni. És megmondja ezt az asszonynak, mire az asszony azt mondja, hogy az én uram olyan, mint az Isten angyala, olyan, mint az Isten, aki tud mindent. Tehát itt is egy emberre tudja ezt használni, hogy szinte olyan, mint az Isten. Vagyis ez egy irodalmi mód is volt, hogy kifejezzék egy embernek, a nagyságát. Vagyis nyilván a próféta, amikor leírta ezeket a neveket, hogy így fogják hívni, hogy erős Isten, ő még a Szent Háromság titkát abszolút nem tudta. De azt azért mondhatjuk, hogy valamit sejtett. Ahogyan talán ide tartozik, az is, ahogyan az Isten bölcsességéről kezd beszélni az Ószövetség, arról, hogy mielőtt a világ lett volna, az Úristen nem volt egészen egyedül, így mondja akár a példabeszédek könyve, vagy a bölcsesség könyve, hogy ott volt mellette a bölcsesség, vele játszadozott, és mindent ő vele alkotott meg az Úristen. Tehát mintha kezdené megsejteni a Biblia, hogy az Úristen nem magányos Isten, hanem benne élet van, tehát a Szent Háromságnak egyes megsejtései megjelennek. Azonban alapvetően ezt mondhatjuk, hogy a jövendülésekben ez, ez világosan nincsen benne ez csak Krisztusban tárult föl. Tehát akkor, amikor a Jézus korabeli zsidó ember, amikor azt hallotta, hogy elkezd Jézusról terjedni az Isten fia kitétel, akkor okkal joggal lepődött meg, vagy, vagy kellett volna valamilyen módon következtetni arra, hogy igen, tényleg ő az Isten fia. Számomra azért fontos, mert, mert ugye azt olvassuk az evangéliumokban, hogy, hogy nagyon sokan kárhoztatták őt, nagyon sokan ellene voltak, és talán ez volt a legfőbb vádak egyike ellene. Tehát tudok Te kellett volna ismerni valamilyen módon ezt az istenséget, mert hiszen akkor egyszerűen sok gyökere az ószövetségi jövendülésekből adódólag nem volt ennek. Igen, azzal együtt, hogy maga a kifejezés, hogy Isten fia, az szerepel az ószövetségben. Például a Nátán féle azt mondja a Nátán a Dávidnak, hogy majd születik. Neki egy fia, az fogja fölépíteni az Úristen templomát, és így folytatja, hogy én atya leszek neki, ő pedig az én fiam lesz. Vagy pedig a második Zsoltárban ezt olvassuk, hogy fiam vagy, ma szültelek téged. Ugyanígy a 110. Zsoltárban is van egy ilyen vers, hogy a, a, a királyt, akit éppen trónra ültetnek, a, az Úristen mint egy fiaként szereti és óvja. Vagyis ez kifejezhette egyszerűen azt, hogy fiúként, mint egy örökbe fogadja, az oltalmába fogadja az Úristen. Tehát maga ez a kifejezés, hogy Isten fia nem feltétlen szent háromságos értelmet hordozott. Nyilvánvalóan egy konkrét helyzetben, amikor egy konkrét ember kezd magáról így beszélni, hogy a fiú, és kezdi az Istent így hívni, hogy atya, az abszolút megdöbbenést váltott ki. De megint csak azért hozzátenném, hogy nem egyből kapcsoltak a, arra, hogy ez a szent háromságot jelenti. Minden esetre megdöbbentek, és egyre többen mondták azt, hogy Jézus káromkodik. Az ókorban nagyon elterjedt dolog volt, azt te is tettél rá említést, hogy az uralkodókat, az alatvalóik, a tisztelőik istenként kezdték el nevezni, de valószínűleg tartom, hogy mondjuk Augustus császár, amikor megkapta az Augustus, tehát az, isteni, az isten jelzőt, azért ő saját magát nem, nem képzelte halhatatlan istennek. Jézussal kapcsolatban viszont számomra éppen ezért nem is az a legfontosabb, hogy, hogy, hogy az emberek annak tartották-e őt, vagy hogy mi mondjuk annak, Tartjuk, hanem hogy, hogy ő maga Isten fiának tartotta el magát. Bár Márk evangélium hogy ezzel a mondattal kezdődik, hogy Jézus Krisztus Isten fia evangéliumának kezdete, de a négy evangéliumban ezen kívül Jézus saját magát direkt módon soha, nem nevezi az Isten fiának. Ezt a tényt egyébként nagyon gyakran hangoztatják azok, akik tagadják Jézus istenségét, tehát itt más hallásul, vagy a teistákra gondolok. Sőt, egyesek azt mondják, hogy az emberfia kifejezés amiről már itt többször beszéltünk az elmúlt alkalommal, de amelyet Jézus ugye gyakran használ önmagával kapcsolatban, az éppen azt jelenti, hogy Jézus az emberi mi voltát ismeri föl, azt akarja hangsúlyozni talán ezzel, és éppen azt jelenti, hogy ő csak egy, egy halandó ember. Na most mit válaszoljunk erre? Ez is egy összetett kérdés volt most elnézést, hogy így tettem föl. Hadd reagáljak a kérdésnek egy kis <kül> részletére is. Valóban igaz, hogy Jézus így egy az egybe, hogy én Isten fia vagyok, így nem fogalmaz. Azonban több olyan eset van, amikor ezt valaki vele kapcsolatban megfogalmazza. Például Péter azt mondja, hogy te vagy a messiás. És Jézus nem elutasítja, hanem azt mondja, hogy boldog vagy Simon, nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked. Vagy Jézusnak a perénél egy rendkívül drámai pillanatban Kaifás kérdezi, hogy te vagy -e a messiás, az áldottnak a fia és Jézus mondja, magad mondtad, látni fogjátok az ember fiát, ahogy elén az ég Vagyis ő ezeket a hitvallásokat elfogadta. Annak ellenére, hogy ő maga nem így fogalmaz, vagy nem ilyen módon tárja föl a személyének a titkát. És valóban nagyon gyakran ezt a kifejezést használja, hogy ember fia. De akkor tegyük tisztává, hogy ez a, még egyszer, hogy ez mit jelent? Tehát nem azt, amit én az előbb idézvén másokat említettem. Az emberfia kifejezés bizonyos esetekben nyilvánvalóan ezt jelenti, hogy ember. Ahogyan például Ezekiel próféta könyvében nagyon gyakran halljuk, hogy maga az Úristen így szólítja a prófétát, hogy emberfia, elküldelek téged Izrael házához. Tehát jelenti ezt is. Azonban ez a kifejezés egy nagyon érdekes és különleges jelentést kapott Dániel proféta egy jövendőlése látomása kapcsán ahol arról van szó Dániel 7. fejezetében, hogy a proféta lát vadállatokat, amik a tengerből fölemelkednek, és ez a négy vadállat négy birodalmat jelent, négy gonosz valóban vadállati ö, birodalmat. És ezek után azt mondja a proféta, hogy lát val egy emberfiához hasonló valakit, aki az ég felhőjén érkezik. Az ősörekhez viszik hatalmat, kap, és ő fogja ö, kormányozni a világot az ő országának nem lesz vége. Hatalmat és királyságot kap az ősörektől. Ebben a jövendőlésben az emberfia úgy jelenik meg, mint az isteni birodalomnak a szimbóluma. Szemben a vadállati birodalmakkal, amik alulról jöttek, jön egy isteni birodalom, ami fölülről jön, ez egy emberséges, egy szelíd ország lesz szemben azokkal a, a vadállati kegyetlen birodalmakkal szemben. Nem egészen világos még itt, hogy ez az ember fia, ez magának a messiásnak a szimbóluma, vagy pedig egyszerűen csak az Isten országának, ennek a mennyei királyságnak, amit az Úristen elhoz. Azonban Dániel proféta könyvének a megírása után, ez a, a jelenet, vagy ez a, a különleges égi jel, ez nagyon sokszor megjelenik a későbbi, írásokban, főleg apokrif íratokban, hénok könyvében, a szírbáruk könyvben és negyedik ezrásnak, ezrásnak a negyedik könyvében, ahol az egyik legfontosabb messiási cím vagy kifejezés lesz, vagyis ilyen módon nevezi ez a három irat magát a messiást. Az emberfia szó ezekben az iratokban, azt akarja kifejezni, hogy a messiás a mennyből érkezik. Tehát az Istennél volt, a Hénok könyvében azt is olvassuk, hogy mielőtt a világ lett, így mondja, mielőtt a nap és a hold létrejött volna, már akkor adatott név az ember fiának. Vagyis ő már akkor létezett, az Úristen már akkor őt létrehívta, nevén szólította, vagyis a világ teremtése előtt létezett. És onnan az égből az Istentől jön a világba azért, hogy ítélje a világot. Jön a felhőkön, hogy a történelmet beteljesítse. Így is fogalmaz a Hénok könyve, hogy helyet foglal majd az ember fia a dicsőséges trónusán. És előjel jönnek mind a nemzetek. Ahogy Máté evangéliumában Jézus ugyanígy fogalmaz, hogy a világ végén majd az ember fia helyet foglal a dicsőséges trón, trónján, és ítéli. A világot szétválasztja a juhokat és a kosokat. Vagyis megjelenik egy nagyon különleges messiási cím a zsidóság várakozásában, az emberfi, aki az égből jön és ítéli a világot. És Jézus ezt a messiási címet használja és választja ki, tehát ő leginkább így nevezi magát. Miért? Azért, mert a, a messiás szóhoz, a fölkent szóhoz nagyon sok politika illetőleg nacionalista várakozás kötődött. Az emberfia cím viszont egy kicsit ismeretlenebb, és ezért ilyen konnotációktól, ilyen elképzelésektől mentesebb szó volt. Tehát egy tisztább messiás kép volt, amit ő föl tudott használni, hogy a maga módján töltse ki ennek a tartalmát. Jézus is, amikor magát emberfiának mondja, akkor mindig erre a a messiási elképzelésre gondol, hogy az ég felhőin jön, hogy ítélje a világot. Kaifásnak is ezt mondja: Látni fogjátok az emberfiát, amint eljön az ég felhőin Vagy ezt mondja a konkolyról és a Búzáról szóló példabeszédben, hogy majd a világ végén eljön az emberfia, és vele mind az angyalok, és összegyűjtenek a Földön minden botrányt, minden törvényszegést. Tehát megint a világot ítélő emberfia. Vagy azt mondja, ahogyan volt Noé napjaiban, úgy lesz az ember fia napjaiban is, hogy aki azt gondolta, hogy vígan élhet, kényelmesen folytathatja az addigi üres életét, arra hirtelen csap le a veszedelem. És megint az utolsó ítéletre utalít Jézus. Vagy azt mondja, hogy a világ végén meg fogják látni az ember fia jelét. Az égen és minden nép veri majd a mellét. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy itt Jézus az emberségéről beszél, hanem látjuk, hogy az égből érkező messiásról, aki majd ítéli a világot. Tehát akkor eljutottunk odáig, hogy Jézus, ha ugyan saját maga nem is mondta így soha, hogy én vagyok az Isten fia, de amikor mások kimondták, akkor ezt jóvá hagyta, tehát az előbbi te mondád formulával, amit például az elítéltetése alkalmákkal tett, azért ezt kinyilvánította. De <coughs> Mindezőm, vagy ennél még azért sokkal több minden is történt, és akkor most a, a, a vagy az ördög ügyvédje kételkedőből azért ügyvéddé szeretnék a, a, avanzsálni. Tehát, hogyha Jézus nem is nevezte magát Isten fiának, azért tudjuk azt, hogyha valakinek a gondolatait meg akarjuk ismerni, mert ugye itt arról van szó továbbra is, hogy ő Istennek tartotta el magát, akkor nem csak a direkt kimondott szavakra, hanem az illető cselekedeteire és közvetett információkra is a, a, a lehet sőt kötelező támaszkodni. És a, Köszönöm, készültem a műsorra, a Bibliát lapozkodtam, és már is találtam egy olyan szentírási helyet, amely ö, számomra egy olyan jellegű, tehát egy ilyen közvetett jellegű bizonyíték a Jézus Istenségével kapcsolatban. A János Evangéliumának a nyolcadik fejezetében olvasuk azt, hogy a zsidók nagyon felháborodnak, amikor Jézus azt állítja, hogy ő ismeri Ábrahámot. Ez... <coughs> megpróbálom pontosan idézni, a farizeusok erre felháborodtak. Ötven esztendős sem vagy, s láttad Ábrahámot? Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. És hogyha ezt meghalljuk, ezt az utolsó három szót, akkor mindenkinek szerintem eszébe jut azonnal az ígé csipkepokorból, vagy az ég és csipkepokorból a kapcsolatos történet, amikor Mózesnek Isten Jákve így nyilatkoztatja ki magát, hogy vagyok, aki vagyok. Tehát Jézus közel ugyanazokkal a szavakkal azt az isteni hatalmat tulajdonítja saját magának, mondjuk a természet erői, vagy bármi felett, mint amit Isten mondott annak idején. Vagy másik példa még van számomra, amilyen közvetett bizonyíték Jézus Isten, tehát hogy Jézus és nek tartotta saját magát. Ő ugye több olyan kijelentést is tett, amely, Isten, amely az isteni eredetű, tehát az Istentől sugalmazott ószövetségi törvényeknek, ezt most nagyon idézőjelben mondom, a hatájon kívül helyezését sejtette mondjuk, vagy másfajta értelmezését. És ezt pedig, ha józanul gondolkodunk, akkor csak olyan valaki tehette meg, aki magától, magát Istentől eredesztett, eredesztett, bocsánat, nehezen tudom a szavakat néha kimondni, vagy éppen Istennel egyenrangúnak tart magát. Püspök, hogyha tudunk-e még ehhez hasonló jellegű közvetett bizonyítékokat felsorolni, tehát amikor Jézus Istennek tartotta saját magát, nem kimondva a közvetetten. Igen. Mindenek előtt had uh, induljak ki abból, hogy ahogyan említettük az evangéliumi hagyományban, vannak olyan részek, ahol maga az ősegyház is azért belefogalmazza a maga hitét. Tehát azokat a részeket szeretném most csak kiemelni, amelyekről a történészek, a biblikusok egyértelműen azt mondják, hogy ezek szó szerint Jézus szájából hangzottak, és ezt ő valóban megtette. Tehát, tehát az evangéliumi hagyománynak ezt a legbiztosabban történeti magját használnám csak most ebben a néhány gondolatban, amit elmondok. Az első, amit nagyon fontos észrevenni, Jézusnak a, az alapviselkedés módja, vagy a, a, a beszéd módja. Jézus egyáltalán nem úgy lépett föl, mint a szokványos vallás alapítók. Butha például, amikor elindítja a maga mozgalmát, akkor valamire hivatkozik, azt mondja, hogy neki egy nagy megvilágosodása volt. Ahol ő valamit megértett, az élettitkából, a szenvedés titkából ezért is nevezik őt Buthának, megvilágosodottnak, tehát ő erre az élményére arra hivatkozik, amit ott az élmény által fölfogott. Mohamed arra hivatkozik, hogy neki Gábor angyal, Gábriel angyal megjelent, és az bízta meg őt, hogy legyen az araboknak a profétája, a proféták pecsétje, tőle kapja az üzeneteket. Még az ószövetségi profétákat is akár ide sorolhatjuk, akik mindig arra hivatkoznak, hogy az Úristen nekik ezt üzente. Így szól az Úr. Jézus bizonyos értelemben nem hivatkozott senkire és semmire. Hanem például a hegyi beszédben, ahogy ezt említetted is, ő idézi az Ószövetségnek a leghangsúlyosabb, legfontosabb törvényeit, a tíz parancsot. Azt mondja, hogy hallottátok, szó szerint így fogalmazza az evangélium, hallottátok, hogy mondaték, és a szenvedő szerkezet magát az Istent akarja kifejezni, csak tiszteletből, abban az időben általában nem ejtették ki az Isten nevét. Úgy is hívják ezt az igealakot, hogy passivum divinum, tehát az Isten rejtő, szenvedő ige alak. Vagyis ez azt jelenti, hallottátok, hogy Isten mondta a régieknek. Ez is egy szakkifejezés volt abban az időben az első generációt, akik ott álltak a sinai hegy alatt, őket hívták a régieknek. Tehát hallottátok, hogy Isten mondta ott a sinai hegy alatt, ne őj. És hogy folytatja Jézus, én pedig azt mondom nektek: Én valami mást mondok, én valami jobbat. Már aki haragszik, az is méltó az ítéletre, aki azt mondja a testvérének, hogy te bolond, az méltó a pokolt tüzére. Tehát Jézus nem hivatkozik semmire, hanem egész egyszerűen azt mondja hogy én. Én ezt mondom. A régi proféták mind arról beszéltek, hogy majd eljön a beteljesedés, várjátok. Jézus ezzel kezdi a predikációját, hogy betelt az idő. Engem vártak az évszázadok, a történelem nagy várakozása véget ért. Ahogyan keresztelő János követeinek is hasonlóan válaszol, kérdezik, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És Jézus azt mondja, nézzetek, körül vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak. Szegényeknek hirdetik az örömhírt boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Vagyis Jézus ezt hirdeti, hogy a nagy várakozásnak vége. Miért? Mert ő maga eljött benne, az idő betelt, és Isten a maga örömhírét, üdvösségét most ajándékozza. Jézus azt mondja, hogy aki engem hallgat, és a szerint is él, az az élete házát sziklára építi és egy ember életének a háza, a világ minden ember életének, a világ minden emberének az életháza akkor lesz stabil, ha ennek az egyszerű názáreti rabbinak a szavait hallgatja és megteszi. Vagy azt mondja, aki engem megvall az emberek előtt, az majd a világ végén az ember fia is megvallja az angyalok előtt. Minden embernek a végső sorsa Ezendől el, hogy ő mellette, mellett az egyszerű názáreti rabbi mellett tanúságot tesz, hitvallást tesz, vagy nem. Jézus nem egyszerűen azt hirdeti, hogy kövessétek az Istent, és szeressétek az Istent. Ő azt mondja, hogy kövess engem. És azt mondja, aki jobban szereti apját, anyját, feleségét, gyerekeit, mint engem, az nem méltó hozzám kicsoda ez az ember, mivé teszi magát, egy őrült, vagy talán mégis igaz lenne, hogy ő több volt, mint, mint egy nagy ember. Krisztus egészen megdöbbentő módon ö, imádkozott. Ő nem úgy szólította az Úr Istent, hogy Istenem. Ez csak egyetlen egyszer használja így, amikor Zsoltárt idéz a kereszten, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Hanem ő mindig így szólította az Istent, hogy abba. Ami szó szerint ennyit jelent, hogy apa. A legegyszerűbb módon, ahogy egy gyerek az édesapját szólította abban az időben. Ez is döbbenetes volt abban az időben hallani, ahogy Jézus imádkozik. Például a gecemáni kertben, ha szó szerint fordítjuk, így kell fordítani, hogy apa. Minden lehetséges neked. Ha lehet, múljon el ez a pohár. Jézus nem úgy szólt az Istenhez, mint általában ö, egy, egy ember, hanem egészen döbbenetes módon, egészen döbbenetes közelségben. Jézus bűnöket bocsát meg, amin rengetegen megbotránkoznak. Jézus csodákat tesz, amit az ellenségei sem tagadtak le. És Jézus működése során ezek miatt, a tények miatt, tehát hogy ő nem úgy viselkedett, mint egy ember. Nem úgy, mint egy nagyvallás alapító. Rengetegen fölteszik ezt a kérdést, hogy ki ez. Ez is egy meglepő és nagyon fontos tény, és egyáltalán nem jellemző ez egyáltalán más nagy történelmi nagyságra sem, meg senkinek az életére, akinek a, az életrajzát ismerjük a földi ö, történelmi nagyságok közül. Ezt kezdik el kérdezni Jézus körül, hogy kicsoda ez. A tanítványok így kérdezik, hogy ki ez, hogy még a szél és a víz is engedelmeskednek neki. Az írás tudok, az ellenségek azt mondják, hogy mivé teszed magadat. Tehát egyre inkább ez kerül a középpontba, hogy kicsoda ő. Maga Jézus is egy ponton ezt a kérdést szegezi a tanítványoknak, hogy ti mit mondotok, hogy ki vagyok én. Ti megértettétek -e ezt a titkot, és hát Jézusnak ez a messiási istenfiúi öntudata egészen világosan, nagyon élesen előjön a nyilvános működése legutolsó napjaiban. Ott figyelmezteti az egyik példabeszédben az őt megölni készülő írástudókat a gyilkos szőlőművesek. Példabeszédében, ami arról szól, hogy szolgákat küld. Egy, egy uraság, hogy a szőlőnek a neki járó részét beszolgáltassák, és utána azt mondja Jézus, hogy már csak egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Vagyis figyelmezteti őket, hogy vigyázzanak arra, hogy kit ölnek meg, nem egyet a proféták közül, mint eddig, hanem az egyetlen fiút, akit az atya elküldött. Ugyanez van Jézusnak a kérdésében, ahol idézi a 110. Zsoltárt, hogy miért mondja Dávid, a messiást az urának, hogyha a fia. Mert így kezdi, így szólt az úr, vagyis az Isten az én uramhoz, a messiáshoz. Miért mondja, hogy az ő ura, hogyha a fia? Kinek a fia a messiás? Tehát Jézus maga erre tereli itt a figyelmet. Ugyancsak ezt látjuk a dicsőséges bevonulásban, a hátra való fölülése Jézusnak egy szándékos beteljesítése, Zakariás jövendőlésének örül Jeruzsálem jön a te királyod alázatos szamáron jön. Vagy ezt látjuk Jézus utolsó vacsorájánál a zsidók legszentebb, legnagyobb szertartását, a husvéti vacsorát Jézus önmagára vonatkoztatja. És azt mondja, hogy az eddigi húsvét az csak előképe volt az igazi szabadulásnak, ami majd ő által történik az ő halála által ez az ő teste és az ő vér, az igazi szövetség most kötődik, és ő általa kötődik, ez az új szövetség az én véremben. És ugyanitt és... egyébként olyan gyönyörű, ha már az utolsó vacsoránál tartunk, ezt én mindig megragadom az alkalmat, hogyha beszélhetek János Evangélium a 13-tól kezdődő utolsó vacsorai részlet, a számomra a legcsodálatosabb evangéliumi szakaszok egyike, vagy szakaszok, igen több szakaszon megy ez keresztül. És itt Jézus ugye ott nyilvánvalóan kimondja, azt mondja, hogy én és az atya egy vagyunk. Vagy pedig egyébként ebben a négy-öt szakaszban szinte az egész tanítását összegzi Jézus ott az utolsó vacsorán a tanítványoknak. Vagy pedig más helyütt ugyan itt az utolsó vacsorán azt mondja, hogy, 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 amint te atyám bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek egyek ők is mi bennünk a tanítványokra értelmezés. Tehát ez mi más, hogyha nem egyenrangúvá teszi ő saját magát az atyával, az Istennel. Igen, és hagyd tegyem még hozzá, talán a legutolsó és legdrámaibb ilyen pillanat, Kaifás előtt a kihallgatás, ahol végső soron Kaifás ezt kérdezi a sok ö, vádaskodás után, ahol arról beszélnek, hogy lerombolja a templomot, és egyéb ö, hamis tanúvallomások, akkor Kaifás elé áll Jézusnak, és azt mondja, hogy megeskedlek az élőistenre, hogy mondd meg, te vagy-e a messiás? az áldottnak, az áldott Istennek a fia. És Jézus tudja, hogy erre a kérdésre ő igent mond, akkor megölik. Jézus erre a válaszára föltette az életét. Azt mondja, hogy magad mondtad, látni fogjátok az emberfiát, hogy eljön az ég felhőin. És a kokaifás megszaggatja a ruháját, azt mondja, hogy hallottátok, hogy káromkodott. Tehát Jézust emiatt ítélik halálra. Nem egyszerűen azért, mert ő a szegények mellett prédikált, vagy, vagy bármi módon a főpapoknak a köreit sértette, nyilván az is benne volt, de végső soron ezért ítélik halálra, hogy ő Isten fiává teszi magát. Vagyis ez egy abszolút történelmi tény, hogy ez az ember, a názáreti Jézus nem úgy viselkedett, nem úgy beszélt, és nem úgy cselekedett, mint egy nagy ember hanem ezeket a kereteket az ő szavai, tettei, azok mind szétfeszítették. Jézus életének a, az abszolút történetileg hiteles mondatai és gesztusai, azok mindezt támasztják alá. Akkor tartsunk most egy szuszanásnyi szünetet, hallgassunk meg egy dalt, és utána folytatjuk azt hiszem izgalmas beszélgetésünket. Önök, tehát a Mária Rádiót hallják, és benne a Hit Kapuja című műsort Székely János Püspök és Kindel van győzővel. A műsorunk folyamán, tehát eljutottunk, Jézus Istenségéről beszélünk, eljutottunk odáig, hogy Jézus bár nem mondta ki hogy ő az Isten fia, de azért ez közvetetten nagyon sokszor ki nyilvánította. Na most erre föl bizonyára sok hithű zsidó emberben, akik ugye megrökönyödtek azon, hogy Jézus Istennel teszi egyenlővé magát, felmerült az a kérdés, hogy Vajon ez a Galileából jött tanító, ez a rabbi épe -e? Hiszen ilyen kijelentést tenni, ahogy az előbb püspök atya is mondta, mindenki tudhatta, Jézus is, hogy ez a halállal legyen lő a zsidó törvények értelmében. Eszembe jut, hogy egyes elmebetegek ugye másnak képzelik magukat, mint amik ők valójában tudjuk, a klasszikus eseteket, Napélaonnak, az Egyesült Államok elnökének, vagy éppen Kleopátrának képzelik egyesek magukat. Na most, ha valaki ilyet mond magáról, akkor rögtön tudjuk, és még jelet is mutatunk a fejünk mellett erre, hogy itt pszichiátriai esetről van szó. És gondoljuk le, hogy ha ma valaki elénk állna, hogy ő az Isten fia, akkor szintén azt hiszem, minnyáján valami hasonló dologra gondolnánk. Talán éppen ebből a megfontolásból kiindulva egy neves amerikai pszichiáter, Gary Collins vette a bátorságot és vette a fáradtságot is, hogy az evangéliumokban ábrázolt kép alapján teljes körülön kielemezze, hogy Jézus mentálisan és a pszichikai jellemzői alapján normális ember volt. Itt most az emberségéről beszélek Jézusnak. Engedjék meg, hogy a részletes elemzésből kiragadjak néhány dolgot. Colin szerint azt mondja, először is meg kell vizsgálni a páciens érzelmeit, mert a zavart személyiség gyakran mély depresszióba zuhan, vagy vehemens dükkitörései vannak, ezt már egyébként a tudomány, olyan bipoláris betegségnek nevezi, olykor pedig szorongást tör rá. Jézusnak azonban nem volt a kirívó és szélsőséges érzelem megnyilvánulásai, például sírt, amikor meghalt a barátja Lázár, ami teljesen természetes egy érzelmileg egészséges ember esetében. Persze de ezzel szemben sokan szokták emlegetni, kirívó esetként azt, amikor Jézus kiűzi a kufárokat a templomból. Collins szerint ez egyáltalán nem tekinthető irracionális dükítörésnek, ahogy a teszteket ő végig vezette, hanem egy egyszerű jogos felháborodásnak. Aztán tovább folytatva a Jézus személyiség vizsgálatát, azt mondja, hogy a rögeszmés emberek általá, embernek általában tévképzetei vannak. Az ilyen ember azt hiszi, hogy valaki figyeli őt, és csapdába akarja ejteni, nincs realitás érzéke, félreértelmezi mások cselekedeteit. Ezzel a jelenséggel azonban nem találkozunk Jézusnál. A Pszichés problémákkal küzdő emberek gondolkodása és beszéde az nagyon sokszor zavart, mivel képtelenek végig gondolni egy adott kérdést vagy egy adott problémát. Jézus azonban nagyon világosan és meggyőzően, választékosan fogalmaz. A pszichiáter szerint a meglátásai éles elmére és az emberi természet alapos ismeretére vallanak. Aztán még egy, a mentális zavarok egy másik jele az, hogyha valaki nem megfelelően viselkedik, például mondjuk furcsán öltözködik, vagy képtelen betartani a társas viselkedés játékszabályait. Most Jézus viselkedése azonban teljesen észszerű volt, mély és tartós kapcsolatokat ápolt a társadalom legkülönbözőbb hely, társadalomban élő legkülönbözőbb helyzetű és felfogású emberekkel. Hosszan lehetne még erről beszélni, de ezt most nem teszem meg, csak végül szó szerint idézem Collins végső pszichiátrai diagnózisát. Azt mondja, hogy mindent összevetve semmiféle jelét nem látom annak, hogy Jézus bármiféle ismert elmezavarban szenvedett volna. Sokkal egészségesebb volt, mint bárki, akit ismerek, magamat is beleértve. Én azt hiszem, hogy e e erre a szakvéleményre nyugodtan támaszkodhatunk. És ezután a kis pszichiátrai, pszichológiai kitérő után folytassuk akkor beszélgetésünket Püspökatyával Jézus Istenségéről. És térjünk át egy olyan témára, amelyet már említettél, hogy az előbb a, a csodák, ugye, mint Jézus messiási mi voltának és Istenségének a, a bizonyítékai. De... De valóban bizonyítják-e ezek Jézus istenségét? Hiszen tudjuk azt, hogy mások is tettek csodákat, mondjuk éppen a 72 tanítvány, amikor Jézus elküldte őket, most idézőbe téve, a olyan tanulmányútra, hogy hirdesétek Isten országának örömírét, vagy aztán az apostolok még később a, a szentek, de tudunk olyan esetekről is, megmagyarázhatatlan dolgok ezek, amikor nem keresztények vagy akár nem hívők is csodás gyógyításokat hajtottak végre. Tehát bizonyítéke a csoda. Vagy mit gondoljunk erről az egészről? Először hadd mondjak néhány szót magának a, a csodának a történeti tényéről. Sokan ugyanis itt is azt gondolják, hogy legendákról van szó, de nagyon sok olyan adatunk van Jézus életéből, ami azt bizonyítja, azt mutatja, hogy nem így van. Az egyik legjellemzőbb az az, hogy Jézusnak a halálos ellenségei sem tagadták ezt soha, hogy ő csodákat tett. Az evangélium leírja, hogy kitalálnak ellen egy ilyen vádat, hogy Bezebub segítségével űzi ki a gonosz lelkeket. Ami azt jelenti, hogy azt föltételezik, hogy Jézus megegyezett Bezebubbal, a legfőbb gonosz lélekkel, valahogy lepaktált vele, és így hatalmat kapott a kisebb gonosz lelkek fölött. Ilyen módon tudja ő a gonosz lelkeket kiűzni. Miért találták ki ezt a vádat, ezt az elég körmönfont és furcsa Vádat azért, mert azt, hogy Jézus gyógyított, hogy ördögöket kiűzött, ezt nem tudták letagadni. Meg se próbálták. Tehát nem azt mondják, hogy ez hazugság, hanem csak azt mondják, hogy be a bub segítségével csinálja. De azt, hogy Jézus ördögöket űz, ezt nem tudták letagadni, mert ők maguk is látták. És hát kicsit talán idehozhatjuk Józsefusz Fláviusnak, a zsidó történetírónak a rövid tanúságtételét. Jézusról, amit szintén már említettünk, ahol ő beszámol, nem csak arról, hogy hatalmas tömegek követték. Jézus nem ezt is megemlíti, hogy döbbenetes tetteket hajtott végre. És itt nyilván a csodákra utal egy ilyen kicsit furcsa megfogalmazásban. Görög eredetiben azt mondja, hogy paradoxa erga, tehát paradox tetteket, megmagyarázhatatlan tetteket hajtott végre. Itt is nyilvánvaló, hogy nem keresztény fogalomról van szó, tehát nem csodának mondja nem isteni jelnek, vagy ehhez hasonlónak, hanem a görögös megfogalmazása, a maga pogány, vagy hát a, a nem keresztény szóhasználata szerint írja le Jézusnak ezeket a tetteit, de megint csak arra van szó, hogy egy nem keresztény ember ugyanerről a meggyőződésről tesz tanúságot, amit akkoriban mindenki osztott, hogy Jézus betegeket gyógyít. Aki nem egy ideológiai előfelt közeledik Jézushoz, illetőleg az evangéliumhoz, mert vannak, akik azt mondják, hogy, hogy csoda szerintük elvileg nem lehetséges. És nyilván, ha valaki ebből a, az előfeltevésből indul ki, amit ő a saját ideológiai vagy világnézeti elfogultsága miatt így gondol, akkor azt fogja mondani, hogy ez nem, nem történeti tény. A történeti forrásaink azok arra arról számolnak be, hogy mindenki, aki Krisztus korában élt és őt ismerte, az így érzékelte, hogy ő betegeket gyógyít és csodákat tesz. Hogy pedig csodák lehetségesek, azt gondolom, hogy minden nyitott szívű és nyitott értelmű vagy szellemű ember szükséges, hogy ennek a lehetőségét elfogadja és föntartsa, akár csak ha gondolunk arra, hogy Lourdesban évről évre történnek csodálatos gyógyulások, amelyeket egy olyan orvosbizottság is, amelyekben sok ö, hitetlen ember, vagy nem hívő orvos is ott van és igazol. Tehát nagyon sok ilyen esemény mind a mai napig történik. Az orvostudomány egyre többet beszél arról és tud arról, hogy test és lélek mennyire összefügg, tehát hány betegségnek vannak lelki okai, és hány gyógyulásnak is vannak lelki okai. Azonban ez kétségtelenül igaz, ami elhang, hogy, vagy amit itt említettél, hogy nem csak az egyházon belül, nem csak a kereszténységen belül történnek csodák. A, az egyháznak meggyőződése az, hogy az Úristen kegyelme ereje az működik az egyházon kívül is. És lehetségesek olyan csodák, gyógyulások, jelek, amik az egyház látható keretein kívül tehát nem köthetők se Krisztushoz szó vagy ö, szoros értelemben se a tanítványokhoz, se szentekhez, hanem az egyházon kívül történnek. Vagyis a csoda önmagában nem bizonyítja azt, hogy, hogy Krisztusnak a, a, személye, vagy az ő Isten fiúsága az, az valóság, hanem csak egy jel a sok közül. Tehát önmagában a csodának a megtörténte, az nem lenne egy elégséges bizonyíték, ugyanis nagyon sokféle helyen és nagyon sokféle módon az Úristen tud működni a történelemben. Tehát akkor a csodák azért valamelyes módus mégiscsak bizonyítékai arra vonatkozóan, hogy, hogy, Jézus az Isten fia volt, de ez egy szegmense, tehát egy részlet csak az Isten fiúság bizonyítékának. Lépjünk akkor kicsit tovább. Bár én magam is ugye, mint minnyáján katolikusok a Szent imádkozzuk a Níciai Konstantinápai vagy a apostoli hitvallást, amiben ugye az van, hogy az a Jézus az atyával egy lényegű. De ugyanakkor régóta foglalkoztat egy probléma, és akkor most ezt fölteszem Püspök atya. És azt mondja ugye, egy kedvenc részletemben, ugye, amit az előbb is említettem, a János Evangélium a utolsó vacsorai részletben, a 14. fejezetben, hogy az atya nagyobb nálam. Most valaki erre azt gondolhatná, hogy bár Jézus valóban az Isten fia, de mégsem egyenrangú vele, és ezt Jézus is elismeri, ugye ebben az idézet részletben úgy is mondhatnám valami nagyon leegyszerűsített antropomorf vagy profán módon, hogy, hogy Jézus csak olyan kisebb, másodlagos Isten. Mit gondoljunk erről? Ez egy nagyon klasszikus kérdés, ami fölmerült a, az Ariánus vitákban is, ahogy Jézus istenségéről <laughs> hosszasan vitáztak az egyik érv, ami gyakran f fölhoznak, fősöröltek, az pontosan ez a Jézusi kielentés volt. Fontos mindig Jézusnak a mondatait egyben látni, tehát a nagy összefüggésben, az összes mondataival együtt. És ha Jézus mondja ezt, hogy az Atya nagyobb nálam, akkor mondja azt is, hogy én és az Atya egy vagyunk, egyek vagyunk. Vagy mondja azt, hogy senki nem ismeri az Atyát, csak a fiú és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, tehát egy teljesen meg, egymással megfelelő kapcsolatrendszert ábrázol itt, ahol éppen úgy az atya titkát sem tudja, senki más, csak a fiú, ő az, aki vele egyenlő ö, istenségében, ismeretében, életében, és ilyen módon az ő egész lényét képes átlátni és ismerni, és ez megfordítva is ugyanígy van. Jézusnak ezt a, a teljes istenségét fogalmazza meg, a keresztény hit és az új szövetség, akár a János prológus, ahol azt halljuk, hogy kezdetben volt az ige, az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Vagy a végén a János evangéliumban Tamásnak a hitvallását halljuk, ahol azt mondja, én Uram, én Istenem. Vagy Pálapostól idézi a Filippi levélben az őskereszténység egyik himnuszát, ő mint Isten, az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amihez ragaszkodjon. Tehát ez a hit születik, meg nagyon-nagyon hamar, pontosan Jézusnak ezekből a, a kijelentéseiből, ahol ő az Atyával ö, egynek állítja magát, az Atyával egyenrangúnak. A János Evangéliumban például az egyik alkalommal, ahol a szombat ö, kapcsán őt vádolják, azt mondja, hogy Atyám szüntelenül munkálkodik, azért én is munkálkodom. Tehát Istenre az atyára hivatkozik, ő ugyanazt teszi, mint az atya. Az atya megtanította, megadta a fiúnak, hogy mindazt, amit az atyánál lát, azt ő is megvalósítsa és megtehesse. Valamilyen értelemben azonban ez a mondat is igaz, amit Jézus mond, hogy az atya nagyobb nálam. Mégpedig abban az értelemben, hogy a, a Szent Háromság titkán vagy életén belül az isteni élet forrása az atya. Őtől lesz születik a fiú. A fiú úgy birtokolja az istenség teljességét, hogy kapja. Ő öröktől fogva mindörökké születik, az istenség egész teljességét az atyától kapja. És azonnal ezt visszasugározza, visszatükrözi az atyának. De ilyen értelemben a Szent Háromság életének az ős forrása az atya. Tehát ebben az értelemben teológiailag is igaz, az, hogy az atya ebben az isteni Életáradásban a, a fiú előtt van, a fiú tőle kapja az életet, és, és őnek is sugározza vissza. Hogyha valakinek föltennénk azt a kérdést, hogy mondjuk a szentírás és az ismeretei alapján határozza meg 6-8-10 szóban Istennek a tulajdonságait, akkor valószínű, hogy, hogy tudna kapásból 6-8-10 ilyen dolgot mondani, hogy mi az Istennek a tulajdonsága. De hogyha a köztünk járó Jézusra gondolunk, tehát az ember Jézusra, akkor ő rendelkezett ezekkel az isteni tulajdonságokkal? Tehát ez. Na, megpróbálom úgy föltenni a kérdést, hogy, hogy akkor, amikor. Tehát nem csak arról van szó, hogy Jézus mondta, vagy közvetetten mondta. Magáról, hogy Isten, hanem hanem mint tulajdonságok megnyilvánultak-e benne az ő működésében az isteni tulajdon, vagy mint az isteni tulajdonságok megnyilvánultak-e az ő működésében. Itt ugye egyik dolog az, hogy, hogy most mondjam így, hogy csodát tudott tenni, ez már az egyik ilyen, mondjuk így bizonyíték vagy válasz lehetne. Nagyon sok olyan jelenet van Jézus életében, ahol ő belelát másnak a gondolatába, és szinte arra válaszol. Például, amikor összesúgnak mögötte, amikor ő bűnöket megbocsát, hogy kibocsáthatja meg a bűnöket, hanem egyedül az Isten, és Jézus erre reagál, hogy miért gondoltok ilyet magatokban, és azt mondja, mi könnyebb azt mondani a bénának, hogy bűneit bocsánatot nyertek, vagy azt, hogy kelj föl és járj. És hogy bebizonyítsa, hogy neki van hatalma ezt mondani, hogy a bűneit bocsánatot nyernek, ezért rögtön meg is gyógyítja hogy lássátok, hogy az ember fiának van hatalma a bűnöket megbocsátani. Tehát Jézus belelát abba, amit mások gondolnak és tenni akarnak. Vagy eszembe jut az, hogy mennyire együtt van Jézusban az igazság és az írgalom, amely egy nagyon tipikus isteni tulajdonság, ugyanis az emberben ez a kettő szétválik. De Jézus egyszerre hirdeti az Isten igazságát a maga teljes radikalitásában, és a farizeusokkal szemben kiáll az Isten törvénye mellett, és igen gyakran ostorozza őket, de ugyanez a Jézus végtelenül virgalmas. Nagyon szépen együtt van ez egyetlen jelenetben a házasságtörő asszony esetében, ahol azt mondja Jézus, hogy asszony, hol vannak, akik elítéltek téged, senki sem ítél el? hol vannak a vádlóid, és utána hogy folytatja, azt mondja, én sem ítéllek el. Vagyis a végtelen érgalom, Isten nem elítélni akar, de utána amit mond, Mennyis többet nevét kezzél. Vagyis ott van az igazság is, inti őt arra, hogy az életét újítsa meg. Tehát Jézusban ez harmonikusan gyönyörűen együtt van, amit mi emberek mindig külön, külön tudunk csak kezelni. Van még egy témánk, talán lesz a válaszadásra is idő, amely, a, amely Jézus messiási mi voltáról, Isten fiúi mi, voltá, mi, és sem, mi voltához, és Isten fiúi mi voltához kapcsolódik. Nevezetesen az, hogy a megváltó, és a megváltás, mint kifejezés, hogyan illeszthető be a messiási, úgymond szerepkörbe. Tehát a jövendülések, vagy a zsidók messiás várása tartalmazott-e valamit arra vonatkozóan, hogy, hogy ez az ember, aki eljön, ő, ő megváltó is lesz? Vagy Jézus mondott-e valamit a megváltói szerepéről valaha? Vagy esetleg azoknak van igaz, akik azt mondják, hogy ez már csak egy teológiai továbbgondolás, és mondjuk csak Szent Pál Ige hirdetéstől fogva került felszíre, és a korá keresztényeknek úgymond a kitalálása ez csupán. Már az szövetségben megjelenik a megváltásnak, tehát a, a bűnökért való áldozatnak, szenvedésnek és ilyen módon a bűnbocsánatnak a vágya, illetőleg az ígérete. A legfontosabb szöveg ebben az esetben is az Izajás 53. fejezete, ahol például azt mondják, igen, a mi bűneinkért szúrták át a mi gonoszságainkért törték össze. A mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Tehát, hogy a bűn megsebez, és ebből szabadulás kell, ezt a, a zsidó nép és a proféták egyre inkább megértik, és ilyen módon a, a megvált az üdvözítőtől, a messiástól egyre jobban várják, azt is, hogy a, a bűn bocsánatot elhozza, az engesztelést elhozza. Akkor ebben az esetben egyébként az előző kérdésünk visszatérve, ez is egyfajta úgymond isteni tulajdonság, hiszen ember nem tehet, hogyha csak pusztán ember lett volna Jézus. Nyilvánvalóan. Tehát amikor erre utal, hogy a bűnöktől megvált, akkor megint csak az Isten nevében, mint Isten fia cselekszik. Hadd említsem még azt, hogy az ószövetségi történelem vége felé nagyon nagy jelentőséget kap az engesztelés napja az előtte való bűnbánat, és aztán a bűnbocsánatnak az átélése, a Jom Kippur, ami mind a mai napig a zsidóságnak talán érzelmileg a leginkább átélt ünnepe, a bűnbak ráolvassák a bűneiket. A főpap ilyenkor ment be, egyében csak egyszer a szentek szentjébe, a függöny mögé, hogy az Isten nevét kiáltsa és könyörögjön a bűnbocsánatért. Tehát nagyon hangsúlyos volt az utolsó évszázadokban már Krisztus előtt a bűnbocsánatért, az irgalomért való könyörgés. Ezek ilyen proféta, amikor ír a messiásról, azt mondja, hogy tiszta vizet hintek rátok, hogy minden szennytől megtisztuljatok. Tehát megint csak a bűnbocsánat, mint a végidők nagy ajándéka. És Jézus ezekre a, a, reményekre, várakozásokra reagál is, hivatkozik is. Például azt mondja, hogy az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és odaadja az életét váltságul sokakért. És ugyanerre hivatkozik az utolsó vacsorán, azt mondja, ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Tehát ez nem egy később ráhúzott magyarázat, amit Szent Pál mondjuk, vagy akár az ősegyház megfogalmaz, hanem ezt maga Jézus így értelmezi a saját halálát, mint bűnökért való áldozatot, mint új szövetséget a bűnök bocsánatára. Talán azt is érdemes megemlíteni, hogy ez a sokakért kifejezés, ami szerepel itt, ez pontosan Izajásnak erre a jövendőlésére utal. Vissza Izajás gyakran azt írja, hogy szenvedésével sokakat megigazultát ez szolgám, mert sokak gonosságát hordozta ha odaadja az életét váltságú sokakért, akkor majd véget ér lelkének gyötrelme látni fogja az utódait hosszúra nyúlik életet. Tehát ez a sokak, ez egészen konkrétan erre a jövendőlésre utal. És Jézusnak az a szándéka van emögött, hogy önmagát úgy mutassa a tanítványok felé, mint aki az Úristen szenvedő szolgálja, aki a világ bűneit hordozza. Kedves hallgatóink, az górára azt látom, hogy a mai alkalommal ennyi fért mai műsorunkba. Azonban a következő héten is találkozunk, hogyha bekapcsolják a rádiót. Akkor már egészen közel járunk majd a húsvét ünnepéhez, és Jézus szenvedésével és feltámadásával kapcsolatban felmerülő gyakori és gyakran ismételt kérdésekre fogunk majd válaszolni. Ez volt tehát a Hit Kapuja című műsor. Múcsúznak önöktől a szerkesztők, Székely János Püspök atya és Kindelman győző. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenre